Az utolsó eszközök is a helyükre kerültek Nyírlugos új mentőautójában. A két gépkocsis flotta összesen 147 ezer kilométert tett meg tavaly, és közel 2000 feladatot láttak el velük a mentősök. Most kormányzati forrásból az egyik autót egy olyanra tudták lecserélni, amely eddig nem használt mentéstechnikai eszközöket is tartalmaz. Most került először bevetése, kialakításra egy ilyen betegmozgató rendszer. Ebben található egy 250 kiló súlyt elbíró üdőkocsi, és ennek ugye a biztonságos mozgatásához, behelyezéséhez alapot adó rámpa rendszer került kidolgozásra. Ilyen technikát még soha nem használtunk a mentőszolgálatnál, és reméljük, hogy ez alkalmas lesz arra, hogy tényleg a nehezen mozgó vagy mozgásukban korlátozott nagyobb súlyú betegeknek a mentőautóba történő mobilizálása, helyezése könnyebb, biztonságosabb és hatékonyabb legyen. Maga a mentőautó az nem olcsó, mert ugye ez egy Volkswagen Crafter típusú gépjármű, és olyan műszaki tartalma van a rugózási rendszerével, a hordágy rendszerével, amelyik gyakorlatilag 40-50 millió forint értéket képvisel, egy ilyen teljesen felszerelt mentőautó műszaki tartalmát és a benne lévő egészségügyi eszközöket tekintve. 1994-ben a térségben az elsők között alakítottak ki mentőállomást Nyírlugoson. Azóta sokat fejlődött az egészségügy, a használt eszközök is egyre modernebbek és nagyobbak lettek, így időszerű volt a mentőautó cseréje is. Toyota mentőkkel kezdtük. Majd jött a Ford, jött a Mercedes ezelőtt 6 évvel, és most jött örömünkre egy olyan összkeréknek hajtású Volkswagen, ami úgy gondolom el tudja, még jobban el tudja látni a feladatot. Nem csak felszereltségben, hanem egy különleges felszereltségi autó, hanem az, hogy itt a nyírségben, itt a tanyákon, néha járhatatlan utakon, és nagyon sok erdő van, és az erdészet elég veszélyes munka. Nagyon sok baleset szokott lenni, és oda ki tud menni ez a gépkocsi. És úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos mérföldkő, hogy ez itt a környéken levő 7 településen közel 18 ezer embernek az ellátásba segítsen. Bár a mentőautót Nyírlugos önkormányzata vette át, a jármű 7 településen teljesít majd szolgálatot. A térség települései közül Nyírbeltek, Penészlek, Ömböly, Nyírmihályi, Encsencs és Nyírgelse lakói számíthatnak a segítségre. Azonban nem ez az első új mentőautó. A mentőautók átlag életkor a megyében 6 esztendő. Az azt jelenti, hogy az elmúlt 10 évben teljesen lecserélődött a flotta, és a választókerületünkbe, amely Újfehértótól Vállaig tart, 4 mentőállomás üzemel, Újfehértón, Nyírbátorban, itt Nyírlugoson és Balkányban. Itt összesen 8 mentőautó szolgál, és ez a 6. új mentőautó, tehát ez azt jelenti, hogy Isten igazából még 2 olyan mentőautó van, ami felújításra szorul, illetve cserére, és akkor a teljes flotta itt a választókerületben új mentőkből fog állni. A most átadott új gépkocsi éppen hogy befér a jelenlegi mentőállomás garázsába. Ez is azt bizonyítja, hogy az épület már nem felel meg a 21. század új, nagyobb eszközparkjának tárolására. Ezért Nyírlugos 5 éves rendezési tervében már ki is van jelölve, hol épül majd meg az új mentőállomás.